Tehetségnap került megrendezésre március 20-án a Rákosmenti Gregor József Általános Iskolában, amely a tanulók műsorával vette kezdetét. Énekeltek, szavaltak, táncoltak a gyerekek, de torna bemutatóban és színjátszásban is része lehetett a közönségnek. A nap folytatásaként előadásokat hallhattak a jelenlévők a tehetséggondozás témájában. A tehetségpontként működő iskola rendezvényén a meghívott szakértők a képességek mérhetőségéről, valamint a tanulók kiemelkedő kvalitásainak fejlesztési lehetőségeiről beszéltek. A rendezvényen részt vettek Rákosmente alpolgármesterei, Foszti Vadar és Horváth Tamás, valamint a körzet önkormányzati képviselője Rózsahegyi Péter is.